Sziasztok, én Szeni vagyok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon. Ebben a videóban az 5 perces napi smink rutinomat fogom nektek megmutatni. Akár nevezhetjük ezt egy no makeup smink videónak is, ugyanis én egyáltalán nem szoktam extrémen sminkelni magam, főleg nem a hétköznapokon, például, hogyha munkába megyek, vagy esetleg tudom, hogy itthon dolgozok, de lesz egy Skype konferencia, amihez azért illik, valamelyest még itthon is jól kinézni, illetve néha még hétvégenként is csak egy ilyen nagyon kicsi sminket viszek fel, hogyha elmegyünk valahova kirándulni, mászkálni, shoppingolni, vagy csak szimplán élelmiszert vásárolni, akkor is, hogyha úgy érzem, hogy oké, eléggé most keltem fel, fejem van, vagy itt-ott megjelent egy kis bőrhiba, pattanás, vagy csak szimplán nem aludtam jól, és nagyon táskás a szemem, akkor szeretek ennek ellenére egy nagyon kevés és abszolút természetes hatású sminket feldobni az arcomra, és hát most ezt fogom nektek megmutatni, tényleg nem vesz több mint 5 percet igénybe, ez egy nagyon gyorsan elkészíthető smink, számomra ez abszolút megfelel, nincs szükségem többre, szóval ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem. Na, de hogy ehhez a sminkhez mégis mikre van szükségünk? Mindig használok egy korrektort, ez pedig a Maybelline-nek a Brow Precise Perfecting Highlighterje. Én ezt nem highlighterként szoktam használni, hanem tényleg korrektorként ide a szemem alá, néha highlighter célból az orromra, az orrnyeregre is szoktam tenni egy vonalat, de ezt mindjárt meglátjátok, hogy milyen mozdulatokkal szoktam felvinni. Ennek az eldolgozására pedig szükségünk van egy ecsetre, ez egy catrice-es, ilyen kétoldalú ecset, igazából mindig ezt használom az alapozáshoz vagy korrektorhoz, és az arcomra, mármint úgy értem, hogy ennél többet nem is használok, nem kell primer, nem kell puder, nem kell foundation, nem tudom, mi minden létezik még, én tényleg ezzel el szoktam intézni az alapozási részt, úgymond. Aztán a következő az egy szemöldök ceruza, vagy szemöldök spirál, vagy szemöldök akármi, ki mit használ, valamilyen termék itt a szemöldöknek a kihúzására. Látjátok, nálam eléggé kevés és nagyon halvány, szóval én mindig használok, akkor is, hogyha semmi másomat esetleg nem sminkelem ki, de még egy tök normál napon is szeretem kihúzni a szemöldökömet, mert már az nagyon sokat dob, úgymond az arcnak a friss kinézetén, vagy hogy mondjam. Szóval ezt fogjuk használni, utána pedig arcpirosítót. Ide szoktam egy nagyon-nagyon keveset felvinni, hogy ez adjon az arcnak egy ilyen természetes színt, úgymond, hogy ne nézzünk ki zombinak. Nálam ez elengedhetetlen, én ezt tényleg mindig használom, nyaraláson, munkában, néha csak, hogyha elmegyek a boltba bevásárolni, mert ez is ugyanúgy, mint eddig a többi, amit mutattam, nagyon-nagyon sokat tud már egyedül is dobni az arcnak a kinézetén, mert ad egy ilyen természetes, kicsit ilyen egészségesebbnek néz ki az ember arca, hogyha van egy kis pirosság rajta. És igazából már majdnem kész is vagyunk, ugyanis már csak egy szempilla-spirál kell, ehhez én az Etrebel márkát használom, a Lash Express és Hyaluronic nevezetű szempilla-spirált, és igazából ennyi. Viszont magam mellé készítettem a kedvenc rúzsomat, ezt most nem fogom használni, mivel ezt tényleg nagyon-nagyon ritkán szoktam. Például, hogyha home office-ban vagyok, vagy csak elmegyek boltba, soha nem használok rúzst, sőt, legtöbbször még akkor sem, hogyha be kell mennem az irodába. Nagyon-nagyon ritkán használok úgy bármilyen rúzst, csak akkor, hogyha tényleg csinosabban vagyok aznap felöltözve, mert tudom, hogy esetleg több ügyfél fog aznap jönni, vagy valamilyen főnökkel lesz egy megbeszélésem, és hogyha ott nagyon szépen egy kosztümbe van beöltözve az ember, hát úgy értve kosztüm, hogy szoknya, blézer, akkor viszont tényleg csinosan mutat még egy rúzs is, viszont azt most nem fogom feltenni, mert ez tényleg nem tartozik bele a rutinomba, viszont hogy kiegészítsem, hogyha mindenképp szeretnétek az ajkatokra valamit felvinni, akkor egy rúzs az körülbelül 10 másodpercet vesz
igényben, és amint látjátok, nekem alapból relatíve sötét a szám, szóval nekem tényleg nem nagyon van szükségem rúzsra, ha csak nem akarok tényleg nagyon-nagyon kitűnni. Na hát elég volt a bevezetőből, ez így is lesz egy jó 5 perces bevezető, úgyhogy lássunk is hozzá. Mint azt már említettem, egy korrektorral fogok kezdeni. Ebből itt a szemem alá szoktam tenni, mert eléggé látszódnak az ereim a szemem alatt, illetve van, hogy szimplán csak táskásak, és most teszek ide az orr nyergemre is egy kicsit. És ez tök egyszerű mozdulatokkal, ugyanis egyáltalán nem vagyok profi, csak így elkenegetem, hogy ne látszódjon olyan nagy kontúr. Ez egy kicsit ki is világosítja a szem alatt, és rá szoktam még ide kenni a maradékot az ecsetről a szemhéjamra, és pont ezért nem szoktam használni hogy hívják, szemhéjpúdert, csak hogyha valahol elmegyünk bulizni, vagy sokkal jobban ki szeretném csípni magam, akkor használok, mert a szemhéjam is eléggé eres, viszont így a hétköznapokra csak kicsit felviszek belül rá a korrektorból, és kész is van. Na hát igazából ennyi a sminkünk, a maradékot még kicsit így a homlokomra, meg így az arcomra lehúzom, ami van az ecseten, de igazából ilyenkorra már semmi nincs rajta. A következő lépés a szemöldök. Sajnos most ez volt kéznél, ugyanis tegnap értünk haza Magyarországról, és még szanaszét vannak a sminkcuccaim. Nem ez a kedvencem, újonnan ezt használom, viszont kezd már kifogyni, és relatíve öreg is, és emiatt egy kicsit, mikor megszárad, ilyen narancssárgás színű lesz a szemöldököm, amit párom előszeretettel szokott megjegyezni, hogy ez így már annyira nem igényes. Viszont az első pár percben, amikor felvészem, akkor még teljesen jó, csak hogy lássátok, hogy tényleg mennyit dob az, hogy ki van húzva a szemöldök. Ad egy szép keretet a szemünknek. Itt a végét megpróbálom még egy kicsit kihúzni. Amint látjátok, nekem is brutálisan aszimmetrikus a szemöldököm, és még hogyha nem is lenne az, mert ne adj Isten, mind a kettőt ki tudnám ugyanolyanra húzni. Húzni most lehet kicsit sötét lett. Akkor is valahogy, nem tudom, hogy én vagyok az egyetlen, az egyik szemöldököm mindig valahogy jobban felveszi a festéket, mint a másik. És pont ezért soha nem lesz teljesen ugyanolyan. Az utolsó előtti lépésünk az a pirosító. Én ahhoz ezt az Avonos, ilyen gyöngyös, mindjárt megmondom, mi a neve, Glow, igazából ennyi van rajta, a Warm Coral nevezetű árnyalatot, ezek bronzing gyöngyök, az van ráírva. Ezt szoktam használni. És ebből viszont szeretek relatíve sokat felvinni az ecsetre. Itt van most benne egy kis szösz is, de nem baj. És ide a csont alá, a fül tövéhez úgymond. Ide szoktam felvinni egy kis pirosítót, és azt szeretem ebben az Avonos ecsetben, hogy lehet így is használni, mint egy nagy púderecset, de hogyha sokkal ilyen kontúrosabbra szeretnéd csinálni a vonalat, akkor ezt így össze lehet húzni, és akkor kifejezetten tényleg egy ilyen kis vonalban tudod meghúzni a pirosítót. De szerintem egy kicsit, hanem nagyon természetesebb hatást ad, hogyha egy ilyen nagyobb púderrel dolgozzuk el. Nagyobb ecsettel, na így akartam mondani. Dolgozzuk el a pudert, kicsit így az áll alá is, illetve ide a homlokomra szoktam még a maradékot felvinni. És igazából már majdnem kész is vagyunk, már csak a szempilla spirál jön, amit nem tudom, hogy így most kamerában hogy fogok tudni megcsinálni, de megpróbáljuk.
Jó. És kész is vagyunk. Lehet, hogy csak én mesélem be magamnak, de szerintem már ez az egy-két icipici lépés is hatalmas különbséget jelent, legalábbis én látom magamon, hogy már csak tényleg egy kis pirosító, egy kis szempiraspirál, a szemöldök meghúzása, és igazából kész is van, ha csak nem vagy tényleg ilyen nagyon sminkpárti, mert nekem is van olyan barátnőm, aki minden egyes nap alapoz, primerez, mindent csinál, mert esetleg nem olyan szép a bőre, vagy hát ő magáról azt hiszi, hogy annyira problémás a bőre, hogy erre szüksége van, pedig amúgy nem, de ezt ugye mindenki maga dönti el, hogy mennyire szereti magát sminkelni, hogy szerintem mi áll neki jól. Én abszolút a természetesség híve vagyok most már egy jó pár éve, régen nem voltam az, de tinikor, az megint más kérdés. Szóval tényleg, szerintem ez bőven elég, attól függ persze, hogy az embernek mi a munkája. Szerintem nekem az irodába ez bőven elég, persze lehetne extrémebb sminket is csinálni, de ez szerintem az ember személyiségétől is függ, illetve hogy miben érzi jól magát, tényleg. Lehet, hogy nekem elég ez az 5 perc, bár nem mértem, de szerintem ez nem volt 5 perc, mert 6,5 perce megy a videó csak, és beszéltem is előtte meg utána. Szóval kevesebb, mint 5 perc alatt megvan egy ilyen nagyon egyszerű smink, és tényleg, hogyha minden nap ezt csinálod, akkor még le tudsz belőle redukálni, szóval, hogyha késésben vagy, akkor is ezt van idő megcsinálni. Tényleg, akár vezetés közben is lehet pirosítózni, vagy ha vonattal, buszon jársz, akkor meg bőven, én is sminkeltem már vonaton, szerintem egyáltalán nem gáz. Sőt, olyan is volt, hogy tényleg nem akartam ezzel pepecselni, tudtam, hogy én érek be először az irodába, szóval bementem ott a WC-be, és ott is kevesebb, talán mint 4 perc alatt, hogyha siet az ember, meg lehet ezt csinálni, szóval. Ja. Hát remélem tetszett a videó, és szívesen látnátok még úgy bármilyen sminkelős vagy rutinos videót, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, illetve az infoboxban megtaláljátok az e-mail címemet is, oda is nyugodtan írhattok, hogyha bármilyen kérdésetek van, illetve Instagramon is megtaláltok, Selina alsóvonal YouTube néven, de megegyezném, csak mert ezt azért mondom, mert már többször kérdezték, hogy van-e Instagramom, van, de nem használom, viszont hogyha ott írtok, azt is megkapom, viszont nem szoktam posztolni, meg nem szoktam sztorit csinálni, semmi. Szóval ezzel ne lepődjetek meg, hogyha nem láttok ott nagyon tartalmat, ugyanis ott tényleg egyáltalán nem vagyok aktív, viszont ha írni szeretnétek, és nem akartok se kommentbe, se e-mailbe, akkor Instagramon viszont megtehetitek. Én Szenni voltam, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!